Két forduló van még hátra a vízilabda bajnokság alapszakaszából. A szolnoki Dózsa gyakorlatilag már megnyerte ezt, hiszen öt ponttal vezet holnapi ellenfele, a második helyezett Ferencváros előtt. Az utolsó körben pedig a ks t fogadja, amely ellen minden valószínűség szerint megszerzi a győzelmet. A bajnoki kiírás szerint viszont az elődöntőben az alapszakasz első a negyedikkel, a második a harmadikkal játszik oly módon, hogy a párharcba viszik az egymás elleni alapszakasz meccseket megszerzett pontokat. Így a szolnok a BVSC-vel kezdi majd a hetedik megszerzett pontig tartó elődöntőt, ahová négy pontot visz magával, hiszen a hazai pályán nyert, idegenben viszont x a vasutasokkal. A Fradi pedig végezzen akár a második, akár a harmadik helyen az alapszakaszban az OSC-vel meccsel a döntőért. Ahová az OSC három pontot már biztosan visz, hiszen az alapszakasz első felében legyőzte az FTC-t. A két fővárosi csapat az alapszakasz utolsó fordulójában egymás ellen játszik, azon a meccsen dől el, hogy az elődöntőben mely csapat hány pontot visz magával. Bonyolultnak hangzik, de valójában nem az. Ez a felállás viszont azt jelenti, hogy a szolnok fradi rangadó eredménye igazából semmiféle hatással nem lesz az elődöntőre. Ad abszurdum, még akkor sem történik semmi, ha a Ferencváros esetleg 10 góllal nyerne holnap. De ismerve a magyar vízilabda etikáját, a listavezető és a második helyezett egészen biztosan nem fogja ellazsálni az egymás elleni meccset. Még akkor sem, ha a Dózsának és az FTC-nek is távolabbi célja van, az OSC. A Szolnok ugyanis május 8-án Eurocup döntő visszavágót játszik a Nyéki Imreuszadában, ahová három gólos előnyel érkezik. A Fradi számára pedig azért kiemelt fontosságú az OSC elleni május másodikai bajnoki, mert ha akkor kikap, úgy 6 0 hátrányból indul vele szemben az elődöntőben. Hogy mennyit ér az előzetes elmélkedés, az holnap este 4-8-tól derül ki. A Szolnok Fradi póló az M4 Sport élőben közvetíti.